Magyar Kanizsa első írásos emléke 1093-ból származik, akkor Knesa néven említik, noha területén már sokkal előbb is éltek emberek. A község napja 1686. október 20-hoz kötődik, amikor a keresztény hadak kiűzték a török megszállókat a vidékről. Az ünnepség sorozat, mint mindig, Magyar Kanizsa legmagasabb pontján a valamikori földvárhelyén álló halásztéri emlékmű megkoszorúzásával kezdődött. Ezt megelőzően Kávai Szabolcs, a községi tanács közoktatással megbízott tanácsosa, és Milos Krávics, a községi képviselő testület elnöke mondott köszöntőt. Ez a születés szimbolizálja. Szűke pátriánk 1686-ban ezen a napon szabadult fel a több mint 150 éves török uralom alól. A közelben vívott győztes csata véget vetett a hanyatlás és a pusztulás időszakában. A helyi Dobóti Amér képtárban megnyílt Puskás Károly nyugalmazott építészmérnök önálló fotókiállítása is. Puskás Károly a város és a község képírója. Köztünk jár, dokumentál. Fényképezőgépe megmutatja, kik vagyunk, és tükröt mutat. De ez a tükör sok-sok apró részletből áll össze. A mindennapokból, mondta megnyitó beszédében Nadrilánszky Tornai Erika, a Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény igazgatója. Az alkotó a megnyesett fa kizöldül elnevezést adta kiállítására. Ezt a Húsvár püspök úrtól kaptuk egy fölkérésre, amikor az aracsi pusztatemplom harangját készítettük el, és ő adta ezt latin szöveggel és magyar szöveggel, hogy ezt írjuk rá a pusztatemplom harangjára. És én nekem ez nagyon mélyen a lelkémbe vésődött, mert gyakorlatilag ennek a gondolatnak és ennek a szövegnek egy nagyon mély gondolata van. Én most nem akarom részletezni átvitt értelembe, hogy én mire gondolok, de hiszem azt a magyar történelmet, aki ismeri, az teljesen tisztában van azzal, hogy ez a latin szöveg magyarra fordítva is mit mond. És ezért használtam ezt. A Kárpát-medencei Magyarok Zenéje Népzenei Rendezvény közreműködői rendszeres vendégek Magyar Kanizsán. A tavalyi községnap után idén két együttes, a Magyar Örökség díjas budapesti Misztrál és a Csángóföldi Servet zenekar tette gazdagabbá és emlékezetesebbé a község ünnepét. Az ünnepség sorozat másnapján a Potisztje Birkózó Klubin már 8. alkalommal szervezte meg a Csaba Ferenc Nemzetközi Birkózó Emlékversenyt, amelyel egykori kiváló birkózójának, a község egyetlen olimpikonjának, a fiatalon elhunyt Csaba Ferencnek állít emléket. Idén 14 ország birkózói látogattak el Magyar Kanizsára. A birkózó tornával párhuzamosan a Városháza dísztermében megtartották a községi képviselő testület ünnepi ülését, amelyen átadták Magyar Kanizsa község legrangosabb elismeréseit az arra érdemes polgároknak és intézményeknek. A Magyar Kanizsa díszpolgára címet ezúttal Klamár Zoltán etnográfus kapta, aki noha már hosszabb ideje Magyarországon él, egy pillanatra sem szakadt el kedvenc városától. Nagyon meglepett a dolog, mert nem számítottam rá. Annál is inkább nem számítottam rá, mert az ember génhibás és teszi a dolgát, teszi azt, amire a hivatása feljogosítja, és az, hogy ezt néha mások is észreveszik, és azt mondják, hogy igen, jól csináltad, egy válveregetéssel elintézik, ehhez is hozzászokott az ember. De az, hogy egy városnak a vezetése, egy községi képviselőtestület mondjon olyat, hogy ez az ember csinált annyit, hogy díszpolgárrá fogadhatjuk. Ez nagyon-nagyon meglepett több okból is. Az egyik ok például az, hogy hát én nem vagyok a városnak a szülötte. Tehát én Topolyán születtem, és én igazából egy kutatás elindulásakor vettem kézbe Borowskinak a könyvét,
a vármegye sorozatot, és ott láttam Magyar Kanizsát. És amikor elolvastam, akkor én egyből beleszerettem a városba, úgyhogy nálam ez úgy működött, hogy először a város szerettem meg, majd aztán egy magyar kanizsai lány lett a feleségem, ami a sikeres és érdekes része a történetnek. Próurbe emlékéremben Váradi Etelka, az Együtt Veled Értük civil szervezet egyik alapítója részesült, köszönő oklevelet pedig Potrebics Viktória nyugalmazott oromi tanítónő, Zmitár Loncsár, a Szent Száva Szerb Amatőr Művelődési Egyesület mecénása, valamint két intézmény, a 150 éves Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény, illetve a 90 éves Velebiti iskola képviselője vehetett át. Az év legjobb 8-os diákja a Horgosi Gazdag Bence lett, ezért megkapta a Felső-Zsolcai Önkormányzat 100 000 forintos támogatását. A rendezvény sorozaton a diákok tudásukat is megcsillogottathatták. Európai Ki mit tud elnevezéssel vetélkedőt tartottak a 8-osoknak, amelyen uniós ismereteikről tehettek tanúbizonyságot. Ez az Európai Ki mit tud, amit a község 8-osai számára szerveztünk, ez így a község napja alkalmából valósulhat meg. Ugyanis a község most egy újabb lépést tehet az európai díj felé, ugyanis megkaptuk az európai becsület zászlót, és ennek apropóján gondoltuk, hogy szervezzünk egy kis vetélkedőt a 8-osoknak, hogy megnézzük, hogy egyrészt mennyit tudnak az Európai Unióról, illetve hogy egy picit készüljönek is, és hogy egy picit tanuljanak is, és hogy egy picit jobban belelássanak az Európai Uniónak a felépítésébe és az életébe. Ezért van most itt ez a verseny. A községnapi ünnepi műsorra a Művészetek Háza színház termében került sor, előtte azonban a polgárok az előcsarnokban megtekinthették azt a fotó és rajzkiállítást, amelyet az Én Európám, illetve az Én Településem mottóra készített munkákból állítottak össze. A diákvetélkedő, valamint a fotó és rajzpályázat eredményeinek kihirdetése után átadták a becsületzászlót, amelyet a két évvel ezelőtt kiérdemelt Európa oklevél után az Európa Tanács parlamenti közgyűlése Szerbiában elsőként Magyar Kanizsának ítélt oda. A rangos elismerést Erich Fritz, a közgyűlés tiszteletbeli tagja adta át Magyar Kanizsa polgármesterének. Die parlamentarische Versammlung des Europarates bedankt sich bei Ihnen für die Aktivitäten, die Auswertung Auszeichnung rechtfertigen. Ich nenne die intensive Städtepartnerschaften, die Ihre Stadt mit einer Reihe von Städten unterhält. Besonders intensiv ist der Austausch mit Ihren Partnern in Ungarn, der Bürgermeister hat es gerade schon gesagt, darunter die Stadt Tata, die bereits die höchste Stufe des Europapreises erhalten hat. In Rumänien, Slowenien und mit Partnern in Serbien sind Sie aktiv. Dabei ist besonders wichtig, dass sie kulturelle, musikalische und sportliche Begegnung fördern, Jugendliche zur Begegnung, zur gemeinsamen kulturellen Arbeit anleiten und auch zu einem fröhlichen Wettbewerb. Auch die Erwachsenen können ihre musischen, ihre kreativen und geistigen Fähigkeiten grenzüberschreitend einbringen. Kanizsa zeigt eine erstaunliche Breite in vielen Aktivitäten. Im Bereich der Entwicklung von Wirtschafts- und Tourismus nutzen Sie die Anregungen grenzüberschreitender Kontakte ebenso wie auf den Feldern der erneuerbaren Energien, der Ernährungsindustrie und weiteren Feldern. Az elismerést igen nagyra értékeli Fejsztemmer Robert polgármester is. Ma már elmondhatjuk, hogy 10 testvértelepülésünkkel élő és igen intenzív viszonyt ápolunk.
kölcsönösen közösségeink javára. Magyar Kanizsa első testvérvárosi kapcsolata 1967-ben köttetett, mindössze 7 évvel azután, hogy megalakult a mai formájában is ismert község. Ezt a Kiskunhalashoz fűződő kapcsolatot 50 éve a kölcsönös együttműködés és jó barátság jellemzi. Megragadom az alkalmat, és megköszönöm minden testvértelepülésünknek a kölcsönösen ápolt kapcsolatot, az eddigi támogatásokat és együttműködést. Az Európa zászló tehát rajtunk keresztül megilleti, és ABC sorrendben mondom most a településeket, Budaörsöt, Felsőzsolcát, Ferencvárost, Királyhelmecet, Kiskunhalast, Nagykanizsát, Röszkét, Sepsiszentgyörgyöt, Szvilájnacot és a már Európa díjjal is rendelkező Tatát. Köszönjük nekik! Az ünnepi műsor befejezéseként a megjelentek egy nem mindennapi, igazán látványos Knessa Ortum, azaz Kanizsa felemelkedése című táncjátékot tekinthették meg, amit az M+ Modern Táncklub és a Horgosi Bartók Ifjúsági Táncegyüttes állított színpadra. Magyar Kanizsa község ünnepének kétségtelenül legtömegesebb és legszórakoztatóbb rendezvénye az Árujószág és Kirakodó Vásár volt, ami rengeteg embert vonzott a felújított vásártérre, és amelyet a helyi közösség az idén harmadízben szervezett meg. De tele van a szívünk, nem csak nekem és nem csak az én érdemem, ez nagyon sok segítőm volt ebbe az egész történetbe, de valóban ez a harmadik az idén, sajnos most már mondom, az utolsó vásár az, ami hát tulajdonképpen indokolja azt a kegyetlen nagy munkát, amit eddig végeztünk, és nagyon szépen köszönöm a lakosoknak, hogy kijöttek, ilyen számba kijöttek. Nem merek számokat mondani, de szerintem 4000 fölött vagyunk az előző 2500-hoz, és most már merem mondani, hogy lehet ez még több is, tudunk még erre rátenni is. Egy lendületet kaptunk mindenféleképpen ezzel, és nagyon jól látni a lakosokat, hogy végre kimozdultak, adományokat is szépen szedtünk a bárkásoknak, mindenből fogy, és mosolyok vannak az arcon, ami, és sokszor kérdezték tőlünk, hogy mi a helyi közösségnek ebből a haszna. Hát ez. Ez a mosolygós nép, ez a nagy tömeg, és így ez a kegyetlen munka, ami a háta mögött van, mintha meg se történt volna a részünkről. A vásáron nem csak kiállítás volt, versenyeket is szerveztek. Tökös kalácsütésben is versengtek az érdeklődők, de meghirdették a Magyar Kanizsa legjobb pálinkája versenyt is. A legjobb tökös kalácsot a zsűri értékelése szerint egy fiatal magyar kanizsai hölgy sütötte. Mikor ideértünk, akkor láttuk, hogy egymás után hozzák a tökös kalácsokat, és abszolút így nem gondoltam volna, hogy én győzök, de hála Istennek sikerült. A pálinka versenyt egy körte pálinka nyerte. Körte pálinka, tiszta körte pálinka, saját kezemmel kiválogatott, és kézzel ledarált, válogatott, és 500 kiló körtét szedtem össze, és abból főztünk pálinkát. Elejétől végig részt vettem benne, úgyhogy annak a gyümölcse van most ez, hogy az első helyezés.
A vásárnak jótékonysági jellege is volt. A Bárka dolgozói nagy örömünkre elvállalták a palacsinta sütést, és ennek apropóján jött az ötlet, hogy akkor a jótékonysági cél gyanánt pénzt gyűjteni az ő részükre, és ki mennyit szán a palacsintára, illetve a tököskalácsra, mert 12 versenyzőnek köszönhetően rengeteg tököskalácsot kaptunk, benevezésre is, ami szintén a jótékonysági célt szolgálta, és az üres asztal valóban a bizonyítéka annak, hogy a tököskalácsok nagyon finomak voltak, és hogy az emberek jótékonykodtak a Bárka részére. A vásár legnagyobb érdeklődést kiváltó rendezvénye a lovas bemutató volt, amelyre mintegy 80 ló és lovas nevezett be. A bemutatók előtt a lovasok és a fogatok felvonultak Magyar Kanizsa utcáin. A lovas bemutató ideje alatt a gyerekek lovagolhattak, aki akart kocsikázhatott, a legtöbben azonban magukra a versenyekre voltak kíváncsiak. Réka, egy néhányszor már látunk az imént lóháton ott a versenypályán. Mióta lovagolsz egyáltalán? Hát olyan 6-7 éve lovagolok. Mivel kezdted? Hát akkor mi kicsi lehettél, póni lóval? Kicsi voltam, nem tudom, általános iskolában alsós, de nem pónin kezdtem, hanem rendes nagy lovon, csak aztán átmentem a pónira. Azért kérdeztem, csak viccnek szántam, persze nem arra gondoltam valójában, hogy azzal kezdted. És miért szeretted meg a lovaglást? Miért szép ez neked? Hát mindig is vonzottak a lovak, úgymond. A saját lovad? Még nincs, de majd egyszer. Remélem, hogy lesz. Remélem, nem a harmadik emeleten laktok. Nem. Mert ugye a lovat lehetne hova tenni, a harmadik, hogy nyilván nem. Jársz-e versenyekre? Van-e egyáltalán klubotok Topolyán? Hát még nincsen klubunk Topolyán, de majd terben van, hogy egy személy csinálni fog. Versenyekre még nem mentem, majd talán nem sokára. A vásár iránt nagy volt az érdeklődés. Nagyon jó sikerült, a gyereknek nagyon sok lefoglaló program van, úgymond meg sok látnivaló. Ugye ez a lovas bemutató egy nagyon jó ötlet volt. Hát még persze a vásár is érdekes a gyereknek. Természetesen, meg akár ezek az ugrálóvárak, minden. Nagyon jó ötlet, meg nagyon szép. Ezzel jár vásárfia, nézelődés, vásárlását. Azért jön ki az ember, hogy lásson, vásároljon valamit. Meg persze a gyereknek ez is megint csak érdekes. A régebbi is nagyon jó volt, hogy azért havonta egyszer volt vásár, amikor természetesen megengedte az idő. De mondjuk így, hogy több program van, lehet, hogy ez így több embert is vonz, mint csak egy sima kipakolós vásár. Úgyhogy elég jó ötlet ez, hát majd meglássuk, hogy mennyire tudják ezt sűríteni, hogy több legyen, vagy, de biztos jó lenne a városunknak, hogy több ilyen esemény legyen.